Köszöntöm a kedves nézőket és Font Sándor országgyűlési képviselőnket, akivel itt szeretnénk egy nagyobb lélegzetű beszélgetést folytatni arról, hogy a jelenleg kialakult nehéz gazdasági helyzet, amely nem csak Magyarországon, hanem az egész Unióban, akár világszinten is érezhető, az mennyire befolyásolja azt, hogy a nagyobb beruházások, amit oly régen várva várnak itt Solt-Vadkerten, meg tudnak-e valósulni. Ugye itt a legfontosabb, ami az ország második legnagyobb beruházása az az, hogy a Budapest és Belgrád vasútvonal megépüljön. Ugye a munkálatokat már láttuk, a jelenlegi elkezdték, tehát hogy a jelenlegi helyzetben történik ebben változás, vagy hol tart ez a projekt, mire számíthatnak az itt élők? Köszöntöm én is a nézőket. Való igaz, hogy a januári tervekhez képest igen jelentős változás történt a kivitelezés költségeinek az előteremtésében, szabad így fogalmazni. És hozzáteszem, hogy ez nem a magyar gazdaság bármilyen romlása miatt következett be, hiszen csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy az első féléves gazdasági növekedési adatok tekintetében változatlanul Európa egyik legjobban növekvő gazdasága vagyunk. Magyarul minden, amit tettünk a koronavírusból való kilábalással, a gazdaság újraindítása tekintetében, az úgy néz ki, hogy működőképes, és ehhez képest a magyar gazdaság jó kondíciójához képest történtek olyan folyamatok, ami még ezt a jól működő gazdaságot is megremegtette, és bizonytalanná tette a további fejlesztési elképzeléseket. Nagyon röviden 2-3 elemét, amelyről mindenki tud, az egyik az az orosz-ukrán háború léte, és ennek következtében elszabadult energia árak. Hogy ez a költségvetésnek mit jelent, csak röviden annyit, hogy eddig mondjuk a rezsivédelemre fordított állami költségvetési kiadás mondjuk évente volt 250 milliárd forint, az most 2000 milliárd forint fog lenni. Úgyhogy nem csináltunk semmit, csak ennyivel emelkedtek meg az energia árak a háború következtében 5-7-szeresére, 10-szeresére, mikor ki, honnan, milyen energiát szeretne vásárolni. És persze nyersanyagárak, alapanyagárak, élelmiszer alapanyagárak, és még sorolhatnám azokat a nagyon jelentős növekedéseket, amelyeket a magyar gazdaság export képessége nem képes ellensúlyozni, azaz negatív lett az export-import egyenlegünk. De nem csak nekünk, hanem például Németországnak. Tessenek elképzelni annak a Németországnak, amely a világ legnagyobb exportőre, és nem tud annyit exportálni, hogy a megnövekedett energiaára kifizetésekor ne mínuszos legyen a szaldója. Tehát, hogy ilyen helyzetünk van. Amiben eltérünk egy kicsit más országoktól, az egy vita az Európai Unióval a nekünk jogszabályok alapján járó, és ezt nyugodtan kimerem jelenteni, járó felzárkóztatási, újraindítási támogatás. Erről jelenleg zajlanak a viták, hogy ez mikor indítható meg. Navracsis Tibor önálló minisztériumával próbáljuk ezt a vitát lefolytatni, illetve ő folytatja le az Európai Unióval. Egyelőre elég biztatóak a jelek, ne szaladjunk előre, de hogyha minden tárgyalás sikeres lesz, akkor is körülbelül jövő év elején, közepén indulhatnak meg a támogatási pénzek folyosítása. Tehát egyrészt nem érkeztek meg az Európa Uniós, egyébként nekünk járó támogatási összegek, másrésztről egy brutális energia ár elszabadulás történt meg a háború következtében, és annak véleményünk szerint helytelen kezelésében, de ezt a vitát most nem is akarom kinyitni ebben a kérdésben. És ennek lett az a következménye, hogy gyakorlatilag a kormány úgy döntött, hogy a június 15-éig elindult pályázatok, amelyek úgy értem, hogy elindult, hogy építési naplóval megnyitották, a fizikai kivitelezések folynak, ezek a beruházások befejezésre kerülnek, tehát csonka, félbe maradt beruházás nem lesz. Azonban az előbb említett két faktor, az uniótól érkező pénzek sorsa és a háború végkimenetele, mert ameddig a háború nem fejeződik be, mindegy, hogy milyen kimenetellel. Ez persze a küzdőfelek részére nem mindegy, de most nekünk kívülállóknak az lenne az izgalmas, hogyha befejeződne a háború, mert akkor stabilizálódni fognak a kereskedelmi árak és a bármilyen energia árak,
onnantól kezdve lehet számolni, tervezni, hogy mire vagyunk képesek egy 10 millió főnyi magyar lakosság gazdaság teljesítőképesség szempontjából, az érkező támogatások szempontjából, és ebben az esetben lesznek folytathatóak azok a beruházások, amelyek most a tervezés és engedélyeztetés szintjét elérték ugyan, de magát a kivitelezést nem kezdték meg június 15-éig. A térségünkben tőlük egy kicsit messzebb van, de ilyen az 52-es főútnak a javítása, annak az első egyharmad része fizikailag hamarosan befejeződik, a második kétharmad része 30 kilométer, abban minden kivitelezői szerződés, minden adott, de a munkálatok elkezdése felfüggesztésre került. Nálunk, itt Soltatkert térségében nagyon jelentős nagy beruházásnak számít az elkerülő út. Ennek az építési naplója még májusban megnyitásra került. Az érintettek tudják is, érintettek alatt például a föld tulajdonosokat is értem, hogy folyamatos a nyomvonal kijelölése, a szerződések aláírása, sőt nagyon sokan már megkapták a támogatás, illetve hát a föld ellenértékét, amiben megállapodtak. Tehát ez a munkálat folytatódni fog, elvileg a 16 milliárd forint elkülönítésre került. Itt minden akadály elhárult, most épp egy pontosító tervezés van még hátra a vasutat keresztező felüljárónál. Néhány pontosító adatot újra kell tervezni, mert a vasúti pályatest valamennyivel arrébb megy, és egy kicsi dőlése is lesz egy ponton, ezért módosítják a átbújó lyukakat, amin majd a vonatok mennek a felüljáró alatt. Tehát ilyen apróságok még vannak, de ez a beruházás ez folyni fog. Ugyanígy folyni fog a már említett vasúti beruházás. Ez elkülönül a nemzeti költségvetéstől, hiszen ez egy nagyon bonyolult, főleg kínai és magyar Eximbank, és a kínai és a magyar Eximbank pénzfolyósítása következtében zajlik ez a beruházás, hitel alapú ez a beruházás, tehát nem mostani gazdaságunkat terheli, hanem ez egy jól, nagyon hosszú ütemidőre elosztott pénzkeret, amelyet majd lassacskán vissza kell téríteni a magyar államnak annak idején. Tehát ez a beruházás is megy. Akik érzik, hát a vasúti útkereszteződésben lehet látni, de akik ennél többet akarnak látni, azok menjenek ki Kiskörösi pályaudvarra, vagy a Soltvad kerti, ott elég jelentős átalakulások történtek már. Nekünk van egy titkos kis tervünk még, amelyet most a másfél éve készítünk elő, ez egy 50 hektáros ipari park építése, közvetlen ez a vasút mellett, a város észak-nyugati részén. Kormányülés elé vitel előtti állapotban van a elképzelésünk. Ez egy Soltatkert hosszú távú életét meghatározó, és talán még a kiskörösi életet is meghatározó beruházás lesz. Egy komplett ipari park, amelyben a rávezető út, a bekerítés, a energia, a közművek odavitele, szennyvíz elvitele, minden kulcsra kész, funkcionális ipari park területet szeretnénk létrehozni. Már a minisztérium javasolt is egy-két olyan beruházást, amely esetleg már itt rögtön elkezdhetné a munkáját. Nem akarok elébe menni, nincs róla kormánydöntés, előtte vagyunk az utolsó fázisokba. És sajnos van olyan rész, ami érintett bennünket is, Soltvadkertet, a egyelőre felfüggesztett beruházások kapcsán. Ez a Vadkerti tó kempingénél terveztünk egy 120 millió forintos könnyű szerkezetes olyan épületeket a kempingre, amelyek komfortosak, de mégis kemping környezetben valósulnának meg. A tervezési szakasz jelenleg is zajlik, és engedélyes terveink lesznek, de egyelőre a forrás felfüggesztésre került. Mondom, minden beruházás felfüggesztésre került addig az állapotig, amíg nem tisztázódik a háború végkimenetele, illetve megállása, illetve az unióval történt folyósítási pénzeknek az időbeni ütemezése. Tehát igazság szerint ezekről a projektekről nem lemondani kell, csak időben kicsit hátrébb kell őket sorolni addig, ameddig az anyagi források
rendelkezésre nem állnak. Ez pontosan így van, hiszen van azért olyan prioritás, mint a gyermekes családok további támogatása, a magyar lakosok, a ismert, most már sokak által ismert átlagfogyasztási, energiafogyasztási szintig való rezsivédelmének a biztosítás, és hagyd ne soroljam még, ezek igen jelentős kiadások, ezekről nem tágítunk, ezekre a legnehezebb időkben is azt gondoljuk, hogy számíthatnak a kormány ez irányú támogatására. Ezekre kell most fordítani a pénzt. Egyelőre a nagy volumenű beruházások, azok felfüggesztésre kerülnek, amelyek nem indultak el, amelyek elindultak, azokat pedig mind be fogjuk tudni fejezni. Azt hiszem, hogy a Solt-Vadkertiek számára a legfontosabb az elkerülő út, illetve a gyorsvasút és az ipari park fejlesztése. Ez egy nagyon jó hír, hogy igen, ezek rendben vannak nálunk. Köszönjük szépen!